Sziasztok, Márton vagyok, a Retro Boy, és hát ahogyan ígértem, ez a Call of Horace maraton folytatódni fog. Bound in Blood 2008, Techland. Te mit mondjak? Nem azt mondom, ez volt érdemleges FPS játék, a tudom sokatnak ez volt az első, akár a franchise-ban, akár mint FPS játék. A lényeg annyi, hogy nekem ez volt a legelső Western játék, amivel egyetemben játszottam. Előtte lefelé csak Western filmeket néztem, és az a kapcsolatos animációs sorozatokat, vagy meséket, és hát, ja. Amikor ezt annak idején játszottam, azt hiszem 2010-ben vettem Tesco-ban, egyszer magával rángatott az egész játék, meg a világa. Igen, kurul nézett ki, nagyon szeretem a játékmenetet, a sztori is jó volt, bár igaz, hogy gyerekként engem inkább csak a játék érdekelt, de azt értékeltem, hogy a cutscene nagyon filmszerűek. Tehát ez az egész a játék, ami tényleg ilyen cinematic feelinget adott az egész játéknak. Tudom, másodnak a Red Dead Redemption volt az első ilyen nagyon filmes játék, vagy a GTA 4, vagy nem tudom, bármelyik point and click játék, nem tudom, hogyan fogalmazzak. Most jobb példákkal nem tudok valamit előjönni. A lényeg, hogy nekem ez az első ilyen komolyabb FPS játék. Mert már mondtam, Medal of Honor volt az első Medal of Honor, illetve FPS játék, amivel játszottam, azt mondja, a Call of Duty Modern Warfare. És aztán utána jött ez a játék. És úgy tekintettem rá a cím alapján, hogy ez egy Call of Duty akar lenni az 1800-as években. És hát körülbelül az is, de a Techland kezében. A játékot egy móddal fogom játszani, amit úgy hívnak, hogy Realism Mode, tehát realisztikusak lesznek benne az, ha nem tudom, az időjárás effektet talán egy picit, a grafikán olyan sokat nem újítanak. Inkább a fegyvereken, illetve azoknak a funkcióikon, meg a dátumok, illetve az FOV-t is bele szállítva. Azt hiszem, hogy mi az már 75-ös itt, mert a default az 50-es talán. Szóval nagyon közel vannak a dolgok ebben a játékban, de ez a monoközelítő a játék kicsit realisztikusabb lesz. A fegyvereknél meg azt, hogy a fegyver nevé fognak megváltozni, illetve az animáció, tehát majd lesz, hogy egy single action revolverrel, most nem tudok jobban mondani neki, egyes működési revolverrel automatikusan tudok lövöldni, tehát ilyen nem lesz itt. Úgy fog működni, hogy minden sebe is fel kell húzni a kakast. Tehát kb. Ennyi a realisztikus mód, meg az, hogy amilyen korban járunk, olyanok lesznek a fegyverek. Mert talán az a baj ezzel a dátumos dologgal, hogy így a játék meg a dátum között lesznek ilyen eltérések. Vagyis így a sztorit illetően. De a sztori annyi nagyjából, hogy az előzmény akar lenni a Call of Horace-nek, ami 1885-80 környéken játszódott, azt hiszem. Szóval ez így az 1860-as évben játszódik, és hát a sztori csak annyi, hogy van a McCall testvérek, William, Thomas és Ray, és hát ők keresik ezt a Horace kincset, mert fel akarják gazdagítani a családjukat a háborús sérelmeiből. Nagyjából ennyi a sztori, rengeteg karakterrel, akikkel az első játékban találkozhatunk, de kronológiailag is szerepelnek először. Annyi biztos, hogy a játék ki fog itt fajni az első cutscene-nél a mod miatt, de utána rendesen fog működni, szóval ez egy kicsit vicces lesz, de azért próbálom hozni, amit lehet. Loading screen. Hát legalább van. Mert ma persze lesznek itt is úgy, mint az első játékhoz hasonlóan. Cinematic átvezetők. Ahogy nem, majd lesznek rendes ilyen monológok. Thomas, don't. He'll kill you. I loved you and you lied to me. Both of you. You betrayed me. What do you want from me, Ray? I want justice. Oh my God. I wanted so desperately to lead my lost brothers towards the light of the Lord. But I failed us all. And now my brothers are mortal enemies. Why? For what? A woman? Gold? Yesterday, we were a family. Hát az első játék vége felénél, tehát az utolsó előtti fejezetnél ott a Ray elmondta egész a történetét. Szóval az alapján mennek itt dolgok. Na most ki fogja fogyni a cutscene, vagy nem? Kíváncsi vagyok rá. Father was dead.
Oké, nem fagyott ki. Általában, amikor cseppolna több a kifagy. Azt hiszem, amikor végeztetem a játékot, itt a legény fagyok ki, mert talán ott a játék fele után egy ilyen átvezetőnél. Szóval annyira nem kell tartani le fejem, majd nekem kell. Oké, szóval család nagyon szar körülmények között volt a pogába idején, és hát Ray meg Thomas beálltak, meg azt hiszem az apukájuk, és hát jó, nagyban küzdenek. És igen, eljártam a lehetőség választani, hogy Thomas a Ray-en menjünk itt, az el Ray-nek kell átvennie a főszerepet, vele kapjuk meg a tutoriát. Mondjuk érthető is, mert az előző játékban sem volt a főszereplő Billy mellett. És igazából Kácsi látott Thomas meg Marissát, akik Billy-nek voltak a szülei. Szóval sok évvel korábban. És eddig az első játékhoz hasonlít is van alsó testünk, és a játék amúgy sokkal jobban néz ki. Volt egy ilyen grafikai filter, amit valami post cucc volt. Ja igen, ez a post process quality, hát ez normálisan úgy nézne ki, hogy ilyen. Ad egy ilyen filtert az egésznek, ami miatt a játék az atmoszféra felerősít, de én inkább ezt kikapcsolom, mert én által az ilyen grafikai filtereket nem szeretem, csak visszavesz a feelingből, ilyen modern film feelinget az egésznek. Jóval hasonlít egy klasszikus spaghetti westernre a 60-70-es évekből. Szóval akkor irányítjuk Ray-t, ez egy Walker pisztoly, itt már nem Ranger-ként hivatkoznak rá a mod miatt. És igen, van lámpa, amit el tudok dobni, de én nem akarom, mert nem tartom indokoltnak. Meg azt, hogy ebben játékban le sprinter, meg igen a zoomolás, tehát az Iron Sight, az normálisan a meccs, nem mondja, csak úgy van és kész. És akkor konfederáció. Ez az elszó már illegális, szóval nem tudom, hogyha ezt most így sokáig fogom nézegetni, akkor a YouTube letiltja-e. Na pedig ez Springfield muskéta van. Ja meg hogy igen, mindenki akar te vétenség tud sprintelni, ami egy nagy előny. És ebben szó az epikus zene. Ja, valami lengyel srác csinálta a zenét a játékhoz? Jó munkát végzett. És persze, mivel Ray használ a dupla fegyvert. Csak ugye majd Bill is fog most az első játék idejében. És jel vagyunk különböző vissza a jobb vagy bal egér gombot. Sokkal lassabban megy itt a fegyezőzés ellenben az első játékkal, mert hát a realisztikus mód, és szerintem is sokáig fogom mondani, még ha értelmetlen is. Szóval akkor kivédek a területet, és akkor kapjuk a hírt, hogy más helyen is vannak problémák. Szóval el kell, hogy verekedjen magam. Most. Yes, sir! Oké, okay, ahogy igyekszik a túloldalszán, akkor folyamatosan védekezzek ott is. Meg úgy ez a setting is annyi, ez a polgárháborús, tehát én nem nagyon játszottam polgárháborús játékokkal, és úgy tudom, ez eddig se történve hiteles. Valószínűleg azért, mert az eredeti verzió a fegyvereknél mindenki Winchester használ, nem pedig sharpsot vagy muskétát. De itt kicsit más a helyzet szerintem. Jobban hozza a feelinget szerintem. Meg igen, maga pályás nagyon jól néz ki szerintem, meg a zene alatta, tehát ez egy tök hangulatos kezdés. Már akkor is, annak, amikor ezt elkezdtem, mondtam, hogy ez nagyon fantasztikus. Emlékszem, hogy mikor szüleimmel voltunk a Tesco-ban annak idején, a tesóm vett valami FIFA játékot, apám vett valami Need for Speed, de valószínűleg a Need for Speed, hát nem tudom, Carbont. És én pedig, vagy Mosanter, aztán Mosanter, igen, azt vettem meg, én pedig ezt vettem meg, és úgy nézett ki, hogy volt egy 3 pluszos játék, egy 12 pluszos játék, és egy 16 pluszos, és pont ennyi volt a legidősebb korosztály, szóval ez miatt is már emlékezet nyújt nekem ez a játék. Sir, we have to tell headquarters. The enemy could have crossed the river, and my brother was there. You think this war's about your brother, McCall? Clear out those yanks and secure that area, Sergeant. I'll expect a report. És nyilván az esetek hasonlít is vannak ilyen felvezethető titkosságok, szikretek. Hát itt benne lenne egy ilyen, csak hát
nem fogom ezeket nagyon gyűjtögetni, mert ha bár kapunk ilyen extra tartalmakat, ahol konzentrosan azok nem beszélnek, meg mutatnak így ezt meg a polgárháborúból, annyira nem tartom fontosnak. Szerintem ezt nyugodtan lehet mellőzni. És akkor itt van egy Sharps puska, tehát az eredeti verzióban itt egy Winchestert kapná, ami ráadásul rozsdás, de mivel rozsdás egyre nem használnak a polgárháborúban, sem is volt akkor még alsókulcsos ismétlő puska nagy számban, így inkább Sharps használta, vagy pedig muskétát. A Sharps puska azt hiszem 1858-as, valami akkori fegyver, és hát ja, a mesterszerek használták legnagyobb számban. És hát amúgy azt tetszik, hogy annak ennére ez a világkris, hogy sírni kell arra pontra, hogy nézzen mi van. Így nyugodtan esélytágadsz, kereshetsz szikreteket. Nem mint annyira fontos lenne. És az a kedvenc a játékban, hogy nem pont ennél a fegyvernél, de hogyha van egy puskád, mondjuk egy Winchestered, vagy egy shotgunod, akkor ha sokáig lenyomva tartod az Iron Sightot, vagyis a jobb égóba való célzást, akkor folyamatosan zoomol egy olyan pont, amikor a célzás a pont tökéletességet fogja elérni. És akkor mesterészekre kell vadászni. Meg ahogy érzed, ennek Eddie-nak a iránytársa, meg úgy minden mása, sokkal standardabb és megszokottabb ellenben az elsővel. Mondjuk annyi tény, hogy Raynek a hangja annak ilyen 20 év fiatalabb, nem érzik rajta, hogy fiatalabb lenne szerintem. De ez úgy olyan el tudom nézni. Ja meg hogy igen, az eredeti beállításokban lehetett olyat csinálni, hogy így lehetett a játékban hogy automatikusan hajolgatni, ajta, hogy a Q-et nyomkodnád. Ezt ki lehet ebben a verzióban kapcsolni, vagy ebben a játékban, nem verzióban, hanem ez nem a mod része. Csak annyi, hogy ezt nem fogom is én használni. Inkább nem hajolgatom, nincs, hogy automatikusan össze-vissza, mert nagyobb ez se úgy, hogy lelőne, mert ez úgy nézze ki, hogy így hajolgasz, hát hirtelen csak így kimozdulsz. Meg úgy lesz, hogy egy külön tutoriál, szóval ezt nem kell nekem így körbeírni. Pedig van egy doboz, de szerintem már üres. Nem mondom, mindig felszedtem, mert biztos volt, amit kihagytam. Sőt, nem mindegyik ilyen titkos hely található dobozban. Hogy üvöltenek, kemény. Csak annyi, hogy nem mindig kerestem, de amit találtam, azt megtaláltam. És igen, lehet pénzt is szerezni, mert a játékban lesznek a lehetőségek feljebb boltokat átkutatni és menéző bent lévő kínálatot, ami szintén tök jó, mert az első játékban nem lehet feljebb boltokba járkálni. Sőt, hogy nagyon nyílt részek se voltak. Through the left flank. We need to counterattack now. What are you thinking, McCall? Did you forget how to salute? O'Donnell. Sir? Chris O'Donnell. I'm asking for permission to lead the attack. Denied. Their cannons are holding the field. I'll head through the forest. Look, I know that your brother's defending the river, McCall, and I don't want you doing anything stupid. We're pulling back, making a tactical retreat. Return to your unit. Let him go, Captain. Sir, if you can reach the trenches, McCall, I'll hit him with everything I have. Sir, yes, sir. Corporal Scott will go with you, McCall. Sir, get your men, Corporal. Follow me. Ja, meg az, hogy a játékban a mentés sokkal gyorsabb, mint az első játékban, illetve az még, hogyha meghalok, mondjuk mentés előtt, vagy mentés után, de kapok checkpointot, akkor checkpointot fogja betölteni még a gyors betöltés parancsára is. Szóval ez játék sokkal... Ez a játék tanult az előző rész hibáiból, meg gyengeségeiből, aztán kiforgatta őket, vagy pedig kicserélte valami újra, ami miatt egyes részletek kimaradtak a játékból. Tehát a játék rasszikusabban néz ki, meg precízebb, ez a szép szóra, mert ez egy játék is jól nézett ki az első rész. A vizuál részek, az effektek tényleg jobb volt benne, csak a karakterom lenni szaki rajzszímesebben. Így pedig, ha már nem tökéletes, mai szemmel, de így is sokkal emberibb az egész. Nem olyan, mint hogy valami DreamWorks vagy Pixar játékkal játszanák, aminek Western a témája. És minden második karakter meghal. Ja, túl nagy a tömeg, aztán Raynek van, hogy hogyan lehetne ezeket elkapni, aztán hát azt mondják a többek, hogy oké, okay, legyen. Amúgy az effect respawnod, amit félre néztem, ja nem kapunk utánpótlást rendesen, meg eleve ez a kép is, hogy ott egy oszlopba állnak, és
csak lövöldöznek egymást, nem bujkálnak, nem ugrálnak, nem mennek át Call of Duty-ba, hanem tök realisztikusan a korra megfelelően harcolnak. Szóval jaj, én amilyen fiatal játszottam a játékot, még most is nagyon le tud nyűgözni egy csomó része. Például gyerekként több részen rage-eltem meg kiakadt és elakadva éreztem magamat, és az évek alatt a folyamatos újrapróbálkozások miatt vált a játék még nagyobb kincs a szememben, de azért fura játék ennyi magában tud szippantani, és nem csak azáltal milyen jó benne lövöldözni. És akkor itt jön a koncentráció mód. Hát tudjuk, az első játékban az volt tulajdonképpen, hogy elvettük mind a két fegyvert a boleg egy gombra, aztán szétlőttük mindenkit. Itt más. Igen. Ray az konkrétan elvesz mind a két revolvert, aztán szana szétlő mindent, ami él és mozog, és ez szerintem kurvára beres. Még annak ellenére is, hogyha belegondolunk, hogy full automatába átmennek a revolverek, meg az érhető, mert az eredeti játékban is így funkcionáltak a fegyverek. Na, akkor le is vannak tudva. Colonel. Meg hát igaz, tetszik, hogy a főnökünk az megbízott bennünk ott, és megengedi, hogy ide eljöjjünk. Volt azért, mert én meg Tomás vagyunk a legjobb emberei. Meg az árnyék is mennyi jól néz már ki. Ja, hát igen, ez egyik az a játék volt, az első részt is, hogy az egész karakter modell felhasználták. Vagy legalábbis az, amit... Nem, itt konkrétan, hát nézd, árnyékot. Ott zoomolok, és rendesen van csinálva, tehát tényleg egyedi ez a játék. Talán az egy dolog, ami eltűn a modellből, aztán a fejem is annak az árnyéka található ott len, mint az Outlast-ben. És nem az Outlast, meg ezen ki más edélye, ilyen nem találtam. És ott akkor nagyban harcolunk. Szépen előre, találjutunk egyéb haditerületeken, ezt jól körbeírtam. Ó, és itt van egy shotgun, és akkor ezt fogom használni, mert Ray-re sokkal jobban passzolnak a shotgunok. És igen, itt van ez a zoomolás, hát annyi, hogy itt nem fogom mind a két csöbök ülőni egyszerre a lövedéket. Nem tudjuk a Doom Guide-t. Na jó, van, akkor itt használják a dinamitot. Az első játék végigjátszással nem használtam dinamitot, ez az én felelősségem hibája. De jól van ott is megmutatni, mert ott sincs a baj a izével, dinamittal, csak nagyon ritka az alkalom használni, szinte egy pályában csak. Na akkor itt jön a elbújás rendszer, és ez így néz ki a játékban. Annyira neki ez nem szimpatikus. Kifordul magából a csávó. És a játék küld ellenfelt, megszokjam ezt a fura harci módszer, de én ezt inkább előzöm. Meg ilyen, ennek a játék zenéje sokkal jobban, hogy megkezdődik Western film zenéjére, mit sem az előzőjé. Gyere, ja, hogy az kevesebb pénzből készült el, és így az ilyen nagy zenekari dologra nem volt akkor még igény. Mondjuk az a kevésbé veszélyes a zene az adott a játéknak egy feelinget, mert az első Call of Horace játék pedig, hát arra minden mondod, csak nem azt mondja, hogy egy klasszikus Western játék, tehát nem olyan, mint mondjuk egy Legend Revolver, vagy egy Gun, hogy így ilyen szuper gyors, meg pörgős, hanem kicsit ilyen visszafogottabb, meg lassabb. Pedig mind a két-három játék inkább arkádos. Na jól van, akkor ez így le is van tudva. Nyugodtan emeltek, csak itt van egy csáv, aki várt engem. Ebb a shotgun. Az ulatos animációk is sokkal szebben meg kidolgozottabbak. Tehát, a Horace, Bound in Blood egy tökéletes példája annak, hogy egy folytatása hogyan kell működnie. Hagyom megrészítik az eredetiből, de lépjen túl a hibáin. És menjen kockáztatni. Persze ez, hogy idehamarkodottan mondtam, és lehet a végigjátszása lesznek a pillanatok, hogy idegeskedni fogok. De én általában ebben a játékban nehezen csalódok. Tehát ez a játék olyan éves kötelező játék, mint mondjuk a Medal of Honor Online az volt és annak kiegészítői, vagy a GTA Vice City 3, Vice City Stories és Liberty City Stories.
Wow! Baba! Na jó, el kell, hogy googoljak. Ja, és igen, nincs meddig itt a játékban, hogyha megsérök, akkor izé van regenerálás, ami nyilván a Call of Duty volt jelent, és talán ez volt az a dolog, miatt nagyon erre a játék, nagyon arra a franchise-ra akartam hasonlítani, vagy akarom azzal összehasonlítani. Na, ezt is ki tudtam magamból nyögni. És az biztos eszedni a részeknél, vagy videóknál, a tartalom hosszabb lesz, mert ezek nagyobb pályák, több bejárhatósággal, és lehet, de én is ösztön bekezdek kutakodni dolgok után, amikre nem kell időt fordítanom, mint jelen pillanatban is. Meg általában azt vettem észre egy csomó videónál, hogy ha ilyen végjátást csinálok egy játékból, akkor csak az első vagy a második beszél sokat, és utána meg egyre kevésbé. Nyilván azért, mert nem akarom magamat ismételni ugyanazokkal a mondani valókkal. Már megérkeztem. Anybody in there? Come on in, find out for yourself, you Yankee piece of shit. Thomas! Akkor jó. Thomas! You're late. What? I rigged the bridge, but I can't blow it up, because then some bitches took our cannons and controlled the field. Once the main attack wave comes, we're done for. Barnesville, send more men. They won't make it on time. Look, here they come. Hát az a baj, hogy a Tomás, hát ő ugyanolyan védi a hidat, és előtte neki kell volna felrobbantania, csak hát túl sokan voltak. Szóval most mind a kettőt fedezni fogjuk. Igen, a létrevászás még mindig úgy néz ki, mint hogyha nem tudom, a térdőből kinőnek kezek, vagy a hasunkba, aztán közel fogjuk a lőfegyvert, és így felmászunk. Szóval ez a realisztikus mód nem minden szemszögből emelkedik ki. Már az olyan a Gunslinger, ahol kicsit más az egész. És már Gunslinger, az jutott eszembe, hogy az első kettő Call of Horace játéka, meg érhető, hogy miért Horace, miért hív minket ez a hely. Hát vagyon, gazdagság, meg kapcsiság, stb. Annál a Gunslingernél ezt annyira nem értem, mert az egy különálló spin-off játék, aminek minden közben kell, hogy legyen a játéknak, de igazából semmi. Gondolom, hogy Techland annál a játéknál csak egy címet akar, amivel el lehetne adni a játék. Ha magában Gunslinger lenne, akkor egy ilyen stereotíp western játék lenne csak. A címmel senki nem venné meg. First, I'll silence these cannons. Hurry up, I'm almost out of ammo. Scott, follow me. Szóval én úgy gondolom, hogy... hogy fogalmazzak? Szóval én azt gondolom... Nem fog ezt hittem, hogy lesz láda és elég a cutscene után respawnol. Hogy a Gunslingernek az a kincse, vagy milyen jutalma, hogy az erkölcsi tanulság, hogy menjél meg bosszút állni a múlton. De az a ráér majd akkor. Úgyhogy jelenleg elmondtam, hogy ha az a játékkal lesz videó, akkor ne hozzuk rokon szembe a meghalt testvérekkel, mert ez egy külön, szinte külön világ. Haver! Okay, akkor én is dobálok. A dinamikának működés nagyon furva, mert időnként nagyon messze dobja, de időnként van úgy, hogy egyszerűen így... csak elcsúszik és elgurul az egész, aztán így azonnal értelme veszíti az eszköz. Meg általában játékban a gránátokkal mindig szarul bánt, hogy dobószerekkel. Na jó. Ójaj. Itt kicsit várok, aztán gyorsan feltöltöm. Vagyis mi az feltöltöm? Felhasználok mindent. Egyáltalán kell. Hoppá, itt látok egy elefelt, ott van kint a feje. Nem jelölik be? Oké. És úgy, mint az első játéknál is azon, hogy a chapter-öket nyugodtan kiválaszthatom, vagy epizódokat, és így nem kell nekem végigjátszom a játékot, és úgy előre haladni.
amik rész jön, azt kezdem el, azt indítom ezt, azt veszem fel. És ezt nem értem másért, miért lehet csinálni, hogy megismételni a játéknak a szakaszait, meg részeit. Ez az, hogy a csinálni kell, de Redemption végigjátszás, aztán kiválasztom, hogy igen, én a mentéseim adatai alapján akarom elkezdeni mondjuk második chaptert. És akkor megjön az a cucc, amit felkaptam az első chapterből, meg a karma szintem. Na mindegy. Meg megfejtem a Red Dead Revolvert, és hát ott is az van, hogy a játékban az a lényeg, hogy képes a játékos újra csinálni a pályákat, azért, hogy több skillpontot, nem skillpontot, hanem hogy több dolgot állok a játékban, tehát adatok, információk más játékosokról, vagy pedig plusz karakter felvenni a egymás elleni showdown módban, ami nyilvánvalóan osztóképpen is párbaj akar lenni. A lényeg annyi, hogy ha megcsináltad a játékot, és minden pályát maximum megcsináltál, tehát összes skill ponttal, ami az elvárásod nem megfelelően, lehet, hogy az nem lesz elég. És még plusz utómunkát kell végezni, tehát boltba bevenni, aztán minden megvenni, amiket lehet venni. És hát az a baj, hogy abban a játékban, hogyha nincsen minden, akkor egész elő kell kezdeni, és nincsen ilyen cseptebálasztó rész, és esetleg igen, ettől részt akarom folytatni, és a prológus ki akarom hagyni, vagy pedig pályákat megismételni. Nem mindegy, hogy a több problémás van, amiket a későbbi részek kiavítottak, de az a játék az alapot a Red Dead franchise-ot. De miért a Rockstar-nak a játékában beszélek, amikor a Techland-nek a westernjei, amik szerintem nagy számban inspirálott, nagy számban adtak inspirációt a Rockstar-nak. Legalábbis settingből, meg karakterekből, illetve zenéből. Na mindegy, szóval jönne az erősítés az északiaktól, és mint délén megvédjük magunkat az ágyukkal. Nem hiszem, ez gyerekként nekem felfájásakozott az rész, hogy kiszámolni, hogyan működik az ágyú, mert én azt hittem, hogy ahova célzok, oda fog repülni szó szerint, és nem gondoltam arra, hogy az ágyúvel van súlya, ami lehúzza egy idő után. Na mindegy. Az jó, kettő csónakot kiütöttem, szóval double kill, kilőttem. Ugyanakkor tudok zoomolni? Nem hinném. Nem jönnek itt lent amúgy? Ja nem, ott volt egy. Oké, már jönnek. Lehet, hogy lesz pont a pár ellenfelet. Csak ezeket kell kilőnöm. Még azt érzik, hogy mennyire gyorsan lő az ágyú. Amúgy nem biztos, hogy minden néztakit fel tudok tartani. Na egy pillanat, várja. Jó, nekem akkor annyi. Talán az NPC-nek az intelligencia nincsen annyira toppon, na. Meg azt hiszem, hogy a stealth rendszer teljesen ki lett vágva. Nem tudom, hogy mennyire lesz hosszú, 40 perc? Tehát messze nem rövid játék. Legalábbis úgy, hogy a videónak a hosszúságot elnézve. Na jó, akkor most rámegyünk, aztán megpróbálom mindenkit intézni kicsit közelebbről. Ja, most az a pillanat, amikor a hídra fel kell robbantani, aztán elkezdődik a második chapter. Ezzel láttam akkor a felvételt, aztán tolom a következőt. Remélem, az OBS mindent rendesen felvett. Ó, az félrelőttem. Ó, nem töltöttem újra a fegyver viszont. De ott valaki felrobbant, amit jó tudni. Oké, okay. Jó, ja, igen, van egy ilyen grafikai filter, hogyha sokáig nem használom a izét. A koncentrációs módon, akkor így elkezd így elszűkülni a kép, hogy jelezze, hogy csinál már valamit ezzel az erővel. Na, így né. Nem találtam fel senkit, mert akik ott van hát azok valószínűleg sebezhetetlen ellenfelek. Közben Thomas lő a Gatling gunnal. Meg ebben játékban a Gatling gun kicsit realisztikusabban működik ellenben az első résszel, ahogy full automata M60-as volt, tegyük fel. Azt fogja jobban viszonyítani. Itt kicsit más helyzet. Itt vagyok, Thomas. Ne menekülj!
Ja, de azért szerint én mindig ott nem vagyok. Amúgy most nem fel, hogy milyen alacsony vagyok. Nem tudom, hogy fejjel nagyobb nálam a Thomas. Ja, és persze a játékban nincsen friendly fire. És így ránézzük a felrobbant híd, és eszembe jutott a jó rossz, a jó, a rossz és a csúf. Ne hardalj, Márton! Hát ahogy ilyen összesen után voltunk hárman. Volt egy csapattársam, aki valószínűleg meghalt. Ami talán még néhány alatt fenn. Meg hát Thomas. Sergeant, I have new orders from Colonel Barnsby. He's calling for a general retreat. But we're holding the line. Why would he want visszavonulót hirdettek. We're moving to Jonesboro to reinforce our supply line. The Yankees cut us off there. Atlanta is lost. That's 50 miles away. You will obey orders, Sergeant, or you will suffer the consequences. Easy, O'Donnell. Our family's homestead. He's in harm's way, and I'll be damned before I let you. Szóval a főszereplők inkább haza akarnak menni, vigyázni az otthonukra a háború alatt, mit sem, hogy Atlantába elmenni, de az viszont meg ellenmond a szabályoknak. Így ki lehet őket végezni jogosan, mert hazaárulók. És hát egyben láthatjuk, hogy ők tényleg csak a pénzé válnak el ezt a melód, és nem azért, mert hazafiak lennének a déliekhez. Hát ezt jó megmondta Ray, és én meg is ennél piszni, hogy a lőne. Kemény. Meg tényleg a fegyvermodell is anya jól néznek ki itt. Meg az első játékban is jól néztek ki a fegyverek, csak hát az animáció nem volt annyira kidolgozom, mint itt. Meg ezek az átvezetők is annyira újak. Az első játékhoz képest, mert ott meg voltak ezek a dumálós jelenetek. Vagy töltök képernyők, és ledődök átvezetőt is rakhattak volna. Szóval akkor ez volt az első chapter, akkor folytatjuk a másodikkal, ahol Thomas fogjuk irányítani.